figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9. Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, aki pedagógus, tréner, 5, ma már felnőtt gyermek édesanyja, és aki családjával együtt kb. 20 évvel ezelőtt vállalta azt, hogy itt tanuló külföldi diák otthonát és hátterét biztosítja. Ekvádori, török és ázsiai csere gyereke is volt, akikkel kölcsönösen tanultak egymástól nyelvet, kultúrát, és persze tovább élő emberi kapcsolat alakult ki közöttük és a családjaik között. Most belemegyünk az ilyesfajta együttélés részleteibe, na meg persze abba is, hogyan lehet fogadó szülővé válni. Vendégem ma este Visegrádi Judit, akit köszöntök, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én először is azzal kezdeném, hogy mi az, ami miatt valaki fogadószülővé válhat, ami miatt egyáltalán elkezd gondolkodni, tehát milyen indítatások jönnek szóba. És sokféle oka lehet annak, hogy valaki cserediákot fogad. Lehet például az, hogy szeretné, hogyha a saját gyereke gyakorolná a nyelvet, amit tanult, mert hogy ugye Magyarországon a beszédkészség fejlesztésre nem nagyon fektetnek túl nagy hangsúlyt, és ez egy nagyon jó terep arra, hogy otthon, az idegen nyelvű beszédkészség, nyelvi környezetben, az anyanyelven beszélő diákkal otthon gyakorolja a gyerek. Aztán van olyan például, aki azért fogad cserediákot, mert egy szem gyereke van, és szeretné, hogyha megélné azt, hogy milyen egy testvérrel együtt élni, hogy tapasztalatokat gyűjtsön arra, hogy mi lenne akkor, ha lenne neki testvére. Van olyan, aki azért fogad cserediákot, mert saját gyereke éppen kint tanul valamelyik külföldi országban, és hát nagy a hiányérzet otthon, és hogy ez pótolja, ezért kerül egy diák az otthonukba. Mindenkinek nagyon-nagyon különböző. A mi tapasztalatunk, vagy az enyém, vagy az én célom, az teljesen más volt nekem akkor, amikor... Igen, azt gondolom, hogy 5 gyerek mellett nem biztos, hogy ez volt a cél, hogy ne unatkozzon a többi. Hát nagyon érdekes, mert hogy amikor a nagyfiam volt 13 éves, akkor éppen 3 húga volt még csak, azóta ugye lett már egy öccse is. Amikor 13 éves volt, akkor olyan környezetben éltünk, hogy mindenhol csak lányok születtek, és hogy nem volt neki igazán társa a baráti társaságban. És akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor fogadjunk egy cserediákot, aki korban hozzáillik, akivel otthon tud kapcsolatot teremteni, és nem a nyelv volt a fontos, hanem az, hogy legyen, akivel ő esetleg jön-megy, vagy különböző programokat csinál, hát jó, 13 évesen azért ez be van eléggé határolva, és akkor így lett egy ekvádori fiunk, aki 17 éves volt, és 10 hónapot töltött a családunkban. És ez is nagyon érdekes tapasztalat volt, de ugye a frissebbek azok az elmúlt 3-4 éven belül, mert ugye egy török lányt is fogadtunk, és egy tájlányunk is volt 11 hónapon keresztül, vagy 10 hónapon keresztül, aki azóta már meglátogatott minket, úgyhogy nagyon sok és érdekes a tapasztalat ezzel kapcsolatban. És rengeteg kérdést felvet, mert hogy ugye itt az ember persze, hogy elmondta, meg hát nyilván kell is valami indítatás, meg valami terv, de hogy annyi minden alakulhat másként, nem? Tehát most próbálok ilyen nehezebb helyzeteket feltérképezni, hogy mi van akkor, vagy hogy alakul az, hogy a fogadó család és az érkező cserediák között a kapcsolat az egy ilyen működő dolog legyen, tehát már a kémia az, hogy tényleg mindenkivel akarjon kapcsolódni. Nyilván kell ehhez egy nagyon erős nyitottság, meg elfogadó készség, nem? Igen, illetve amit szoktunk mondani a felkészítő, családfelkészítő képzéseken, hogy az nagyon fontos, hogy az elvárások. Aha. Hogy az elvárások, hogy az mennyi és milyen fokú. Tehát, hogyha túl nagy elvárásokat támasztunk a diákfogadással kapcsolatban, akkor lehet, hogy nagyot csalódunk. Tehát, hogyha hát bármivel mondjuk, kapcsolatban, hogy, igen. Hogy mi azt szeretnénk, hogy a gyerekünkkel otthon rendszeresen beszélje a nyelvet, sőt, még a házi feladatot is átnézze, foglalkozzon vele, akkor lehet, hogy ez csalódás, mert hogy a cserediáknak nem ez a dolga. Ő egy interkulturális tanuláson vesz részt, és az nagyon fontos, hogy
hogy ő ismerkedjen ezzel a világgal, ismerkedjen Magyarországgal, ismerkedjen mindennel, hogy szabadon, viszonylag bizonyos keretek között szabadon élhesse az életét, és ne legyenek ilyen nagyon erős kötöttségek. Persze ezt megteszi, hogyha ez nem túl nagy teher a számára, akkor ő leül a gyerekekkel és a testvérekkel, a fogadó testvérekkel beszélgetni, és megnézi a házi feladatot, de az, hogy ezt neki kötelezően teljesíteni kelljen napról napra, ez nem megy. Hát igen, hát ez azért nem és dolgozni jön ide. Ilyen családba kerül be, akkor ez nagyon nehéz. Vagy nagyon nehéz, hogyha nagyon zártak a keretek a családban, tehát, hogy nagyon szigorúak az elvárások, hogy nem engedik őt el oda, ahova el szeretne menni, hogyha nagyon sok a kötelező program a családban, amire azt mondják, hogy hát muszáj részt venni, mert erről szól a család élete, tessék megismerni a családot, azért jöttél ide, hogy a magyar családokat megismerd, akkor töltsd velünk az időt, és ezt sem nagyon szeretik, tehát hogy meg kell találni igazán azt az egészséges középutat, hogy hát nyilván a legjobb az, hogyha alakul a dolog, de mivel itt azért ugye ilyen tizenéves gyerekekről beszélünk, tehát középiskola eleje, vagy netán általános iskola vége, azért nyilván a fogadó családnak tényleg bizonyos szempontból kereteket kell szabnia, és fel kell lépnie úgy, mint aki felelősséget vállal a gyerekért, a napjaiért, a hollétért, és így tovább. De hát ezeket gondolom talán előre tisztázzák velük is, akik idejönnek, meg azokkal is, akik fogadják őket. Aztán, hogy ezután hogy működik, nyilván lehet érte tenni, de ez egy nagyon érdekes, és bizonyos szempontból kívülállóként egy nehezen beemelhető dolog, hogy hogyan fog egy teljesen más kultúrájú, adott esetben más családi berendezkedésben, ahogy ön is mondta, más családi berendezkedésből jövő ember idomulni ehhez, ami itt van, vagy ami itt fogadja. Mert az, hogy megismerje, az még szerintem biztos, hogy megy. De hát azért 10-11 hónap az nem kevés idő. Mi az, amit érzékelt, hogy mik azok a dolgok, amelyek teljesen ismeretlenek nekik? És itt azért mondjuk többnyire, hát mondjuk ázsiai? Hát ázsiai török, igen. Ázsiai török és dél-amerikai gyerekekről beszélünk, igen. Hát a kultúrából adódóan nagyon-nagyon sok a különbség, de hogy az nagyon fontos, hogy a diák mennyire alkalmazkodik. Ugye azt szoktuk mondani, hogy általában egy diáknak 80%-ban kell alkalmazkodnia a családhoz, és a családnak 20%-ban. És van, amikor ez a 80% ez oké, és valamikor pedig nem. Tehát, hogy valamikor nagyon-nagyon ragaszkodik a saját kultúrájához és a neveltetéséhez, és ahhoz a rendszerhez, értékvilághoz, amiben ő felnőtt. De például ő elmondja, mert ugye az ember ösztönösen csinálja azt, amiben belenőtt, ami az ő számára normális. Az, hogy mondjuk a másik számára ez teljesen elfogadhatatlan vagy ismeretlen, azt, és nem értjük, hogy miért csinálja, ezt akkor lehet megérteni, ha ő elmondja, hogy nálunk az úgy van, hogy. Tehát ez működik, ez a fajta kommunikáció, vagy erre rá kell kérdezni? Működik, vagy? Igen. Vannak bizonyos dolgok, amiket el tudnak mondani, de nagyon sok dolgot nem tudnak elmondani, hiszen, mert nem tudják megfogalmazni, igen. Mert nagyon fiatalok még. Egyik oldal, másik és oldalról meg egyszerűen bele van ivódva, nem? Tehát, igen. Igen. És tehát mondjuk egy táj család biztos, hogy egész másképp működik, az étkezésüktől elkezdve a hitük biztos, gyakorlásáig. Biztos, igen, és hogy ezért is mondtam az elfogadást, hogy az nagyon fontos, hogy nálunk például egy ilyen volt, hogy az ő családjuk nem vacsorázik otthon együtt, hanem mindenki megoldja ezt napközben, anya nem főz, hanem amikor hazamennek, akkor vagy találkoznak valahol és esznek valahol, vagy megoldja mindenki ezt. És nálunk ugye együtt vacsoráztunk, és amikor ő hazaért, akkor ő nem volt éhes. És nem vacsorázott, mert ő elment itt egy táj kifőzdébe, étterembe, és akkor ő ott evett délután. Most nagyon sok családban, ugye a magyar családban ez nagyon fontos, ez együtt étkezés, mert hogy akkor tudunk egymással beszélgetni, akkor egy kicsit tudunk kommunikálni arról, hogy mi történt napközben, és hogy ezt nagyon zokon szokták venni, hogy mi az, hogy nem ül le vacsorázni, hogy akar minket megismerni, hogyha nem ül le az asztalhoz.
És hogy ez is egy kulturális különbség, amit elfogadni tudok, nem tudom megváltoztatni, csak elfogadni tudom, hogy ő nem azért nem ül le az asztalhoz, mert nem nyitott és nem kíváncsi ránk, és nem akarja megkóstolni azt az ételt, amit én főztem vacsorára, hanem azért, mert nem éhes. És hogy erre meg lehet teremteni különböző más módokat, hogy ő hogy ismerjen meg jobban minket. És ezt nem lehet igen ügyes kommunikációval elérni, hogy de próbálja ki ezt is? Igen, de ha nem éhes, akkor nem tudja kipróbálni, tehát ez csak akkor tudja kipróbálni, hogyha éhes. Tehát, hogy hát de úgy értem, hogy azt mondani neki, hogy figyelj, holnap délután akkor te ne egyél, mert hogy itthon vacsora. Tehát, hogy akkor, ha hazaérsz 6-ra, akkor együtt teszünk. Tehát te ne egyél 4-kor. Persze, ezt meg lehet, és ezt meg is tesszük. És, mit szólnak hozzá, vagy hogy tetszenek nekik ezek a... Hát, aki nálunk volt, ő egy nagyon alkalmazkodó, és egy nagyon szerethető tájkislány volt, és ő azt mondta, hogy oké, rendben, akkor ő kevesebbet fog délután enni, vagy korábban eszik, és akkor ő eszik a vacsoránál is. De egyébként ettől függetlenül ő ott volt este, és odaült az asztalhoz, tehát hogy azért az nagyon jó nem, volt. Nem viszont ami, szállt ki teljesen. Ami nagy nehézség, ugye, hogy egy magyar család a vacsoránál hogy beszél? Akkor is, ha tud angolul, magyarul beszél. És ez nekik nagyon nehéz, hogy nem értenek belőle semmit. Persze, hogy tanulja meg a nyelvet, úgy tanulja meg a nyelvet, hogy hallgatja sokat, és abban a nyelvi környezetben van. Tehát, hogy az a jó, hogy ott ül és hallgatja. De egy idő után ez nagyon-nagyon unalmas, akárhogy is ő szeretett volna megtanulni, és hát meg is tanult magyarul, és ott volt közöttünk egy idő után unalmas úgy ülni egy vacsora asztalnál, hogy mindenki magyarul beszél. És persze mi is időnként beszéltünk angolul, de nem beszélgettünk végig angolul. Tehát, hogy nagyon sok ilyen apróság van, amit ha el tudok fogadni, akkor ez oké, és akkor tudunk egymás mellett élni, hogyha nagyon vaskalapos vagyok, és nagyon ragaszkodunk a saját határelvárásaimhoz, igen, és értékrendemhez, akkor ez nagyon nehezen megy, és általában abból szokott lenni probléma. Igen, meg ezzel ugye a kitágult kommunikációs lehetőségekkel ugye az is egy nehézségfaktor lehet, ugye, amikor ilyen nagy időeltolódás van ugye otthona és az itteni környezet között, és azért tartani akarja a kapcsolatot az otthoniakkal, tehát, hogy ő akkor kommunikál, amikor itt már mindenki pihenne. Meg az is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy így talán nem tud igazán elszakadni. Tehát, hogyha fél lábbal mindig egy kicsit ott van, az ottani barátok, az ottani családdal való beszélgetésbe, biztos, hogy jó lelkileg, de mégsem adja át magát. Ez probléma is szokott lenni. De ez már mindennel így van, igen. Tehát egy egyszerű nyaralással is, ha az ember nem figyel. Igen, de hogy amikor megérkeznek általában, akkor szokott ez gond lenni, hogy éjszaka hajnalba tartják a kapcsolatot a családdal. Ő például, amikor megérkezett, akkor tanítási időszak volt, ugye tanév volt, bár ő nyáron érkezett hozzánk nyár végén, de náluk már akkor tanítás volt, és hajnal 3-kor közvetítették az osztálytársai az egyik iskolai előadást, ami gondolom, hogy a számára is fontos volt, és ő egyenesben nézte, miután a technika már ezt lehetővé teszi. Hajnal 3-kor egyenesben nézte ő ezt az előadást, ami azt jelentette, hogy reggel nagyon-nagyon fáradt volt, és akkor még az volt a jó, hogy nem volt még iskola. Tehát volt még egy hét itt Magyarországon az iskola kezdésig, tehát hogy akkor tudott pihenni. Aztán vannak olyan családok, akik nagyon-nagyon nehezen engedik el a diákokat otthonról, és folyamatosan tartják velük a kapcsolatot, és hogyha mondjuk Dél-Amerikából vagy Ázsiából érkezik a diák, akkor ugye az időeltolódás miatt ez sok problémát okozhat, hogy minden éjszaka például anyával vagy a szülőkkel, testvérekkel beszélget, és reggel nem tud elindulni. A dél-amerikaiak például hajlamosak arra, hogy nekik az idő az nem egy olyan lényeges faktor, mint Magyarországon. Tehát, hogyha most ő nem 8-ra ér be az iskolában, nem 8:30, 8:45-re, vagy esetleg 10 órára, hát akkor sem történik semmi. Viszont itt Magyarországon meg ugye jön vissza az információ a szülőnek, esetleg be az irodába, a szervezet irodájába, hogy gond van, mert rendszeresen nem jár be reggel iskolába, elalszik, elkésik, és későn jön, és ez szokott probléma lenni, mert ugye ez egy középiskolás program. Az alapszabályban benne van, hogy iskolába kell járni, tehát, hogy valahogy el kell érni náluk is, hogy
reggel időben odaérjenek, úgy, hogy anyával rendszeresen beszélget hajnalban. És nagyon nehéz befolyásolni a természetes szülőt, hogy engedje el egy kicsit, mert hogy ez a program ez erről szól, az elengedésről is szól. Igen, és közben meg az jutott eszembe, hogy amúgy is érzékeny ez a kor. Tehát, hogyha mindenki a természetes közegében van, akkor egy szülő anyának a saját gyerekét is meggyőzni bizonyos dolgok fontosságáról ebben az időszakban nehéz, vagy többször el kell mondani, és így tovább. És hogy különösen fontos az érzékenység, a kommunikáció miensége, az elfogadás mutatása szerintem, hogy megértsék ezek a gyerekek azt, hogy az itteni szabályok, tehát hogy nem ők a rosszak adott esetben, csak az itteni szabályok esetleg tényleg mások, és neki most ehhez alkalmazkodni kell. Úgyhogy én egy kicsit arra lennék kíváncsi, hogy hogyan is alakul ki ez a, és erről nyilván tud mesélni ez a csere anya, csere gyerek kapcsolat. Amikor a család többi részét nem vesszük, csak mondjuk önt, aki, hát igen, tehát a női energia és kb. Az anya pótlék. Nyilván ez attól függ, hogy erre mennyire van igény. De hogy kell egy kettesben időt tölteni, vannak erre praktikák, hogy azt mondja, hogy akkor elkapja őt egy olyan időszakában, amikor más nem zavarhatja, vagy egy picit a saját gyerekei elé veszi néhány helyzetben. Nálunk, amikor ő megérkezett, akkor az egy teljesen természetes dolog volt, hogy azt szoktam mondani, hogy beraktam kor alapján a gyerekek közé abba a sorba, ahova ő illett, és onnantól kezdve ő is a gyerekem volt. Tehát azonnal falkatag. Igen, és hogy nem vendég, akit kiszolgálunk, mert nem lehet bírni 11 hónapon keresztül egy vendégnek a kiszolgálását, hanem ő is családtag. És az első pillanattól kezdve mindent úgy csináltam vele, mint a gyerekeimmel. Tehát, hogy elmentem vele az iskolába, elkísértem az iskolába, hogy tanulja meg, hogy kell oda elmenni, hogy egyedül tudjon közlekedni. Hogy segítettem neki megvenni a bérletet, hogy mondtam neki, hogy a telefonszámomat mindenféleképpen, ugye magyar telefonkártyája volt, hogy az legyen benne a telefonjába, bármikor, bármi gond van, hívjon fel. Volt olyan, a török lányunkkal volt olyan, amikor éjjel 2-kor hívott engem föl, hogy itt áll a Fehérvári út sarkán, nem tud tovább menni, nem tud hazamenni, mert itt derült ki, hogy nincs villamos. És akkor értementem kocsival, és mondtam neki, hogy nagyon haragszom rá, de nem azért haragszom, mert hogy fölhívott telefonon, mert ez nálunk egy természetes, hogy éjjel-nappal be van kapcsolva a telefonunk, hanem azért, mert negyed órán keresztül, amíg én odaértem autóval, azon izgultam, hogy nehogy valami baja legyen, mert mégiscsak egy kis szoknyába, csinosan felöltözve, szép arcú, fiatal lány, egy utcasarkon éjjel 2-kor, még Magyarországon sem annyira veszélytelen a dolog. És hogy ilyet többet ne csináljon, hanem próbáljon meg előre nézni, próbáljon meg egy kicsit felkészülni erre, hogy tud hazajönni éjszaka, vagy beszéljük meg előre, hogy akkor érte megyek valahova, de akkor szóljon. És hogy ő ezt megértette, és nem is volt igazán ezzel konfliktusunk később. Na, tehát a természetesség a kulcs. Legalábbis hát illetve, önöknél. Illetve ez elmondtam, hogy nekem milyen gondom volt ebből. Tehát, hogy nem azzal, tehát, hogy nem ő a rossz, és nem az a rossz viselkedés, amit ő csinált, hanem hogy nekem ebből milyen hátrányom származott, és nekem ebben mi volt a rossz, hogy izgultam érte. És ő ezt én azt gondolom, hogy ő ezt jól érezte, vette. Látta, tudta, hogy ez róla szól alapvetően. És ugye mindig azt szoktam mondani, hogy kölcsön kapjuk ezeket a gyerekeket, és vissza kell adnunk épségben. Tehát bármikor, amikor kimentünk a repülőtérre, és elbúcsúztunk tőle, akkor nagy kő esett le a szívemről, amikor integettem neki, amikor átment a tranzitba, hogy akkor rendben van. Oké, minden. Hazaköltök. Igen, és hogy épségben nem történt vele semmi, visszaadjuk a családjának, akiktől kölcsön kaptuk őt. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM. Én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Visegrádi Judit. És a témánk az a Cserediák program, és azon belül is, ugye Judit családja többször fogadott már csere gyereket,
Dél-Amerikából, Törökországból, Ázsiából, fiút is, lányt is, de egyébként ezen belül a család amúgy nagy létszámú, mert hogy 5 gyermek van, ma már felnőttek, de hát gondolom, hogy ez időtájt azért még ők is otthon voltak, és ez is egy érdekes kérdés, hogy hogyan hat, hogyan befolyásolja a családi viszonyokat, tehát a szülő-gyerek viszonyokat, az, hogy jön valaki idegen kívülről, akinek egyébként még más is a kultúrája, ám de tényleg a szülők számára, mint egy következő gyerek úgy jelenik meg. És ez, ahogy elmondta, a viselkedésben is látszik. Tehát neki épp úgy jár az idő önnel, épp úgy jár az, hogy kísérje, épp úgy jár, hogy meghallgassa, hogy bulizni vegye, hogy érte menjen, hogy felkészítse egy-egy nehezebb helyzetre, hogy drukkoljon érte, és így tovább. Tehát, hogy a figyelemből pont annyi jut neki. Mondhatom azt, hogy nagy családban könnyebb, és mondhatom azt, hogy nehezebb. Mert aha, hogy sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, attól még, hogy egy családba élünk, és a gyerekeim egy neveltetést, ugyanazt a neveltetést kapták, mégis különbözőek. És van, aki elfogadja, és van, aki nem, és ez egy teljesen természetes dolog, hogy nem szimpatikus neki. Hogy nem? Mert hogy nem tudunk. Meg szokatlan. Tehát hiába 100 gyerek érkezik évente, de nem tudunk olyan diákot fogadni, aki a család minden tagjának szimpatikus. És akkor ezt a helyzetet, ezt kezelni kell. Amikor az első cserediákot fogadtuk, akkor azt hiszem, hogy az egyik lányunk 7 éves volt, akinek nem volt ő, tehát nem nagyon szerette, nem nagyon kommunikált vele, és ez nyilván, hogy ezt ő érezte, de mellette ott volt a másik 6 ember, akinek viszont folyamatos kapcsolata volt. Ugye ez teljesen kiegyensúlyozott, hogy az nyilván nem mondják ezt szavakban, nem öntik, hogy utálak és nem szeretlek. Tehát ez ilyen külső megnyilvánulásokban azért látszik, mert nem beszélgetnek vele például annyit. De a másik oldalon meg a családnak van egy olyan része, aki pedig részt vesz az ő életében. Tehát ez, azt mondom, hogy ez kiegyensúlyozódik, illetve hát ugye azt mondom, hogy inkább a pozitív irányba eltolódik. Mert hogy lehet, hogy valaki nem beszélgetett vele, de a másik testvérével meg beszélgetett, találkozott, ugyanúgy vigyáztak rá, mint hogyha én ott lettem volna. Tehát például az egyik testvére vendéglátásban dolgozott, és ő bejárt a barátaival rendszeresen abba a vendéglátó helyiségbe, ahol ő dolgozott, és soha nem adtak neki alkoholt, mert hogy tudták azt, hogy ez egy középiskolás program, ő kiskorú, ráadásul ázsiai, akik nem szoktak hozzá az alkoholhoz, és nem is ihat, és akkor nagyon keményen vigyáztak rá, hogy sem ő, és sem a barátai akkor nem fogyaszthatnak alkoholt. Ott biztos nem. Na igen, ez is egy fontos dolog, hogy persze van a család, aki őt fogadja, de hogy azért kialakul neki a saját ritmusa, a saját élete, nem? Tehát, hogy neki akárhogy is, de bizonyos szempontból, ahogy mondta, hogy az elengedésről szól a szülők részéről, mármint a természetes szülők részéről, az ő részéről meg valószínűleg az önállósodásról. Szerencsés esetben talál magának barátokat, szerencsés esetben lesznek a családtól független programjai. Ezek hogy működnek, vagy hogy működhetnek, mennyire kell ezt felügyelni, mennyire lehet szabadjára engedni? Nyilván megint személyes tapasztalatot, hát megérzést kérdezek. Vannak keretek, amiket nem lehet átlépni, vannak alapszabályok, amit amikor ő elindult a saját otthonából, akkor nekik alá kellett írni egy amiben például ilyen van, csak egy párat, hogy ugye alkoholt nem fogyaszthat, nem dohányozhat, nem, hogy iskolába kell járnia, nem vezethet autót, nem stoppolhat, extrém sportokat nem űzhetett, uh-huh. hogy vannak ilyen alap, nem drogozhat, ilyen alapszabályok. És hogy ezeket nekik be kell tartani, nekünk meg be kell tartatni, de hogy neki egyébként a feladata, ugye ő cserediák, és neki az a feladata, hogy a mi kultúránkat megismerje, azért jön Magyarországra, tehát jönni, menni kell, barátok kellenek, hát helyekre a cserediákokkal, kell menni, másik cserediákkal okay. kapcsolatot teremteni, ugye iskolába járnak, ott osztálytársaik vannak, akikkel jönnek, mennek hétvégeken, persze a magyar középiskolások azért sokat tanulnak, és hétköznap azért nem mozognak annyira szabadon, de hétvégén igen, tehát hogy ezt engedni kell, mert úgy ismeri meg a kultúránkat,
hogyha minél több embert ismer, illetve az nagyon fontos része a csereprogramnak, hogy a másik cserediákkal legyen kapcsolata. Az azért fontos, hogy ha egy mód van rá, például egy tájnak, ne egy tájjal legyen folyamatos kapcsolata, mert hogy a nyelvet akkor hogy fogja megtanulni, hogyha nagyon sokat tájul beszél. Használhatja a sajátját. És hogy igazán a kultúránkat úgy tudja megismerni, hogyha beszéli a nyelvet, érti, hogy mi történik körülötte, hogyha felszáll a villamosra, akkor nem is érdekli, de legalább hallja, hogy miről beszélnegetnek az emberek mellette. Ez egy fontos része ennek a tanulásnak, az interkulturális tanulásnak. A programszervezések, illetve az élményszerzéseknek nyilván komoly költségei is lehetnek, mert lehet azt mondani, hogy befogadok egy diákot, de mondjuk soha nem megyek el vele a Balatonra, vagy nem tudom én hova, meg lehet azt mondani, hogy minél több dolgot megmutatok Magyarországon. Ennek az anyagi terheit, ezt a fogadó család köteles állni, vagy ez az egész akció előtt meg van beszélve, hogy hogy néz ki? Ez mindig a fogadó családnak a döntése, hogy mi az, ami belefér az életükbe, és mi az, ami nem fér bele. Tehát már fogadásnál ezt jelzik, már ezt, mint előtte, hogy ezt tudom nem adni. Nem jelzik, hanem így élik az életüket. Tehát mindig el szoktuk mondani, ha a például, szervezet felé úgy értem. Igen, tehát hogy nem kell nekik jelezni a szervezet felé, hanem ezt a család felkészítőn el szoktuk mondani, hogy annyit költsenek a diákra, amennyi belefér az életükbe. A diáknak van pénze, mert a természetes szülőktől kap pénzt, tehát hogy vannak bizonyos költségek, amiket ő tud állni, de a családnak nem kötelessége mindenhova elvinni és mindent fizetni. Hogyha például úgy döntenek, hogy mondjuk elmennek síelni, de hogy a cserediákot nem tudják magukkal vinni, mert az már nem fér bele a keretbe, akkor szóljanak, és akkor mi megoldjuk, és arra az egy hétre keresünk nekik egy cserecsaládot, és utána természetesen visszamegy az eredeti családhoz. De hogy ezt megoldjuk, hogyha nem akarják vinni. Nagyon sok esetben egyébként viszik magukkal. Igen, ez azért elég furcsán hangzik. Tehát ezt gondolom, hogy akkor vagy ez a megoldás, hogy abban az időszakban nem csinálnak extra programokat, vagy viszik, mert ez egy ilyen... Hát igen. Szóval nem egy kölyök kutya, hogy beadjuk panzióba. Tehát ezért mondtam én is, hogy az nagyon fontos, hogy ő is a gyerekem lesz onnantól kezdve, igen, hogy fogadom, és mindent csinálunk együtt és vele, amíg ő abban az egy évben nálunk van. Tehát ez persze, ez furcsa, de hogy ez fontos, hogy a család ne érezze azt, hogy feltétlenül muszáj neki mindenhova, nem a családnak a feladata megmutatni a diáknak Magyarországot. Magyarországon körzeteink vannak, és a körzetekbe kerülnek ezek a diákok. A körzetek különböző programokat szerveznek nekik, akár az is, hogy egy vidéki körzet feljön Budapestre és megmutatja a diáknak Budapestet, mert mondjuk a diák Szegeden él vagy Debrecenben, vagy úgy, hogy például cserélnek egymással, tehát hogy megbeszélik a körzetek, hogy akkor a Budapest körzet diákjait leviszik Debrecenbe és megmutatják nekik, és ott várják őket a debreceni cserediákok és önkéntesek, és egy kicsit segítik őt abban, hogy megismerjék azt a várost. Tehát, hogy megpróbálunk programokat szervezni nekik, hogy ez ne a családnak a terhe legyen, és persze hát a családdal is mennek, attól függ, hogy a család mennyire jön-megy, mert valamelyik család kevésbé, valamelyik pedig jobban. Tehát van, aki külföldre viszi nyaralni, és van, aki pedig kevésbé. Jó, hát ez ki hova kerül, ez nyilván a szerencse dolga, meg hát az ő sorsa. Azt látom önöknél, a bemutatkozó anyagában olvastam, hogy többnyire eljutnak arra a szintre, vagy arra a kapcsolatra, hogy a befogadott cserediák anya, apa néven szólítja önöket. Azért ez egy nagyon intim viszonyról árulkodik. Van olyan család, ahol nem, tehát van, ahol én most a sajátra anya, apa azt kéri, hogy a keresztnevükön. Aha. Nálunk ez teljesen természetes volt. A török lányt májusban fogadtuk, mert ő előtte neki több családja is volt, és az utolsó családnál kevésbé érezte jól magát, és ezért hozzánk érkezett, és ő... Ezt lehet kérni akkor, hogyha már úgy valakinek, vagy a családnak, vagy igen, ez is nagyon ha nem fontos. Működik, akkor ezt jelezni. Igen, kell. Fontos, hogy a család, hogyha probléma van, akkor ne gondolja azt, hogy neki ezt mindenáron négy kézzel végig kell csinálni, akármennyire jó vagy nem jó, hanem akkor lehet kérni, hogy... És milyen probléma lehet? Tehát mi az, amiről tud
ami ilyen nehézség? Hát például, az elején beszéltünk, hogy nagyon szűkek a keretek, a nagyon szigorúan éli a család az életét, és nehezen viselik azt, hogy a cserediák jön-megy. Tehát, hogy nem illeszkedik tulajdonképpen. Igen, akkor, aztán van, amikor a kémia nem működik, tehát, hogy nincs. És a diák is kérheti. Hát a diák is kérheti, hogyha ha nem jó neki, akkor igen. Na és önöknél akkor úgy volt, hogy ez a török kislány? Tehát, hogy mi is visszatérve, tehát ugye ő már úgy jött, hogy anyának szólított, a tájlányunk valahogy az automatikus volt, én nem is tudom, igazán nem emlékszem rá, hogy ő hogy kezdett el minket anyának, de ez nekünk ez természetes volt, mert hát onnantól kezdve a gyerekünk, és azt is szoktuk mondani, hogy fogadó szülők, fogadó családok, hogy van nekünk egy tájgyerekünk Tájföldön, vagy van egy török gyerekem, vagy egy ekvadori, és hogy ez a nagyon sok esetben például ez a kapcsolat ez ugye meg is marad, mert hogy pont ez, amiről beszélt, hogy ha anyának szólítanak, akkor ez egy intim viszony lesz. Tehát ez feltételezi, hogy aztán a továbbiakban is van némi kapcsolattartás. Van, igen. Ez megint nagyon változó, mert valahol van, valahol kevésbé. Most az internet világában ez nagyon könnyen megoldható, hogy akár beszélgetni is tudunk egymással, de mondjuk a levelezés az egy teljesen természetes bevett szokás. Mit gondol, hogy a saját életébe, a saját személyiségében milyen változást hozott az, hogy ebbe annó belevágott, és azóta már ugye többet is végigcsinált, tehát hogy gondol saját magára, vagy hogy nézd saját magára és a családjára? Mert ebben egyébként szerintem van egy borzasztó nagy bizalom is, hogy beengedünk valakit, és az a család sejtjévé vagy részévé válik, meg tényleg van benne egy komfortzóna átlépés, hogy mi pedig odaadjuk magunkat. Igazán ezt nem tudom megmondani, hogy rajta mit változtatott, mert hogy én egy nagyon nyitott valaki vagyok, és szeretek beleugrani az ismeretlenbe, és kifejezetten élvezem azt, hogyha olyan helyzetbe kerülhetek, ami nem egy hétköznapi. És számomra ez egy nagyon érdekes volt, és nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen egy ilyen fogadás, és milyen együtt élni egy olyan emberrel, gyerekkel, aki máshonnan jött, és máshol éli az életét. És nagyon érdekes volt a tapasztalat, illetve hát persze tele van pozitív élményekkel, amire nagyon-nagyon szívesen gondolok vissza. És hogy azt mondom, hogy abszolút nem bántam meg, és nagyon, még most is az van bennem, hogy nagyon szívesen, bármikor nagyon szívesen fogadnék, rövidebb, hosszabb időre, nem biztos, hogy 11 hónapra, de szívesen fogadnék még. Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy azzal, hogy ugye a saját gyerekek kirepülnek, tehát, hogy mondjuk megszűnik ez a fajta faktor, hogy a gyerekeknek plusz valaki, aki beszél velük, vagy plusz társaság, így okafogyottá válik-e a fogadás, vagy pont, hogy ellenkezőleg éppen, hogy felerősödik az erre való vágy, hiszen, hogy legyen valaki, akivel lehet úgy foglalkozni. Én nem gondolom egyébként, hogy okafogyott, mert hogy attól még, hogy a gyerekeim nem élnek otthon, attól még vannak, léteznek, benne élnek a családban, sokféle tevékenységet végzünk együtt, tehát elég intenzív életet élünk, mert hogy az ő gyerek attól mindenki szerencsére Magyarországon él, és nagyon intenzív a kapcsolat közöttünk. Tehát rendszeresen találkozunk, beszélünk, megyünk valahova, vagy éppen családi eseményre jönnek. Nincs olyan, hogy most egy cserediákot azért fogadnánk, mert hogy pótolja valamelyiket, vagy hogy kevesebben vagyunk, vagy már nincs otthon gyerek, és akkor de jó, mert akkor most van egy gyerek. Jó, de azzal egyetért gondolom, hogy ez előfordulhat. Tehát persze. Tehát, hogy lehet ilyen. Gondolom, hogy azok az emberek, akiknek ebbe tapasztalatuk van, ők a tapasztalatukkal, meg a megélésükkel tudnak másokat is ösztönözni. Hogy hogyan működik a fogadó család toborozása vagy szerzése? Beszélgetnek egymással, munkahelyen mindenhol, tehát hogy ez a közvetlen vagy direkt kommunikáció segítségével, hogy elmondják, hogy nekik milyen volt, főleg ha pozitív élmény volt, akkor megkérdezik tőlük, és akkor hú, de érdekes, akkor én is szeretnék ilyet, és szívesen kipróbálnám. És aztán van, amikor megtalálják a honlapunkat, és a honlapon keresztül sok mindent el tudnak olvasni a honlapon, és akkor a honlapon keresztül tudnak jelentkezni.
az afs.hu a honlap címe, és hogy ott jelentkeznek, és ott kell beregisztrálniuk, és utána mi megkeressük a családokat, felkeressük. Egyébként őket. Az alapfeltétel az, hogy legyen saját gyerek? Tehát, hogy ez a szülői tapasztalat meg legyen? Nem alapfeltétel, de alapvetően családok fogadnak cserediákokat, de nem alapfeltétel, volt már olyan, ahol egyedülálló valaki fogadott. Ki kipróbálta ezt a helyzetet. Igen, de többnyire azért persze olyanok fogadnak, akiknek mondjuk felnőttek a gyerekei, vagy éppen külföldön tanulnak, tehát konkrétan nincs ott a gyerek, fizikailag nincs ott a gyerek, de mégiscsak volt nekik, tehát a többség, illetve nagyon sokan például a kisgyerekesek, tehát ez nagyon-nagyon változó. Hát igen, végülis ezzel kezdtük, hogy sokféle indítatása. És egyébként mennyire népszerű ez a dolog, mit gondol? Egyre népszerűbb talán, egyre nyitottabbak az emberek más iránt, és hogy van egy réteg, aki mindenféleképpen kíváncsi arra, hogy milyen is. Aztán azt is szoktuk mondani, hogy például azok a családok, akik nem tehetik meg, hogy utazzanak gyakran, nekik így hozzuk be a világot az életükbe, vagy így jön be, mert hogy ezek a kapcsolatok többnyire megmaradnak. Van sok esetben olyan, hogy 5-10-15 év múlva mondjuk férhez megy a fogadott lányuk, és az esküvőre meghívja az egész családot, vagy van olyan, hogy a család visszahívja a testvéreket, fogadó testvéreket, hogy akkor vendégül lássák, valahogy meghálálják azt, hogy az ő gyerekeket befogadták. Nekünk is azt mondták, hogy hát, ha megyünk Tájföldre, akkor természetesen semmivel nem kell foglalkoznunk, mert mindent megkapunk, és mert hogy máshogy ők nem tudják ezt meghálálni. Szóval ezek jó kis oda-vissza viszonyok lesznek. Igen, tehát hogy bejön a világ, az azért az egy jó dolog, én azt gondolom. Én nem vagyok benne biztos, hogy mindent végig lehetett beszélni, viszont ennyi volt az adásidőnk, és én azért azt nagyon köszönöm, hogy ki tudtunk térni egy csomó dologra, és hát további nagyon sok sikert ezen a területen is, meg hát persze az élet minden területén, és köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Visegrádi Judit volt a vendégem ma este itt a Slágerarcokban, aki ugye fogadó szülő, tehát cserediákot fogadó szülő. Én Fehér Mariam vagyok, most megköszönöm a figyelmüket, és átadom a mikrofont kollégámnak, Habóczki Máténak, mert hogy a legnagyobb slágereket hozza ő változatosan egészen hajnali 5 óráig. Maradjanak itt a 103.9 Sláger FM-en a viszonthallásra. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.